Együtt focizunk vasárnap reggel a ligában, nem tudom mennyire még mindig fel. Jár? Há, hogy az Isten, a tegnap is rúgtam, hogy 2-3 volt. Hát, na, hát, hogy ki volt a kapus? Hát, teljesen mindegy, nekem mindegy. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, újra Dobban a Fradi Szív itt a 9.pont TV-n. Most mondok 4 nevet, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi. Ki hiányzik a felsorolásból? Ugye mindenki rögtön rávágta Szőke Istvánt, jó napot kívánok! Hát reméltem is, hogy ezt vagyis, nem egy más nevet mondanak, de azért 10 év, azért 10 év, azért nem egy-két év, vagy egy meccs, azért reméltem is, hogy volt, de régen is a tévében is volt, illetve a rádióban is volt ilyen műsor, akkor nem ezt mondták, hogy ki hiányzik ott is, csak akkor dátumot mondtak. Most egyből felhívtak, előttem nekem a kérdés. Fogunk még erről is beszélgetni, most azonban picit beszéljünk egy másik csatásorról, vagy támadósorról, beszélünk a mai Fradiról. Mennyire követi a csapatot, és hogy látja az erősségét? Hát nem egy Szőke Varga Albert, az biztos. Hát ezt, ha magasabb van a léc. De magasabb. Egy biztos, hogy hát, ott születtem, pláne én, amit mondtam, és ugye neked, hogy másik oldalt születtem 55 éve, tehát most tulajdonképpen hazajöttem, és nagyon örülök, hogy itt vagyok, és meghívtatok, és nézem, tehát nézem a meccset, mert fradista vagyok. És beszélek pár barátommal, te mondd meg, tehát fradisták vagyunk, de minden, hogy alig van benne magyar játékos, de hát akkor is annak rukkolunk, csak hogy mondjam, tehát nincs az a tűz. De tegnap is vacsorát ott hagytam, és néztem az Aragelszeg meccset, de pont az a időpont, az a 7 óra, mondom azt, hogy már gyere már, hagyja majd. Na mindegy, és főszaladtam, leszaladtam, mindegy, és örültem. Egyszerűen boldog voltam, hogy nyertünk, mert egy Ferencváros azért mindig jó, hát most nem minden áron, de Fradinak azért ott kell lenni. Most ugorjunk vissza ide, ide a Haller térre, meg a meg kicsit az időben is. Ki volt akkor a kedvence, amikor még itt a Grundon játszott a kis Szőke Pista? Igen. Hát én mindig idősebbekkel játszottam, az egyértelmű volt. Hát akkor a kedvence, amikor én még, hát persze sokképp, de Albert és én köztem 6 év, Fenyves én köztem 13. Nekem a Fenyves volt. Fenyves, ugye már a korkülönbség miatt is. Igen, azért miatt is, meg szélső volt. Tehát én egy Ferencvárosban annak idején, tehát úgy volt, hogy a most a jobb szélső volt, vagy régen Kökény volt, azt nem tudom, hallottad, Karába, ugye volt Karába. Bocsánat, az a Kökény, aki Kökény a... Kökény Jóska, aki a lánya, Igen. Kökény Józsi, az, hát még egyszer Fradi valaki vagy itt, hogy játszott, rúgott 5 gólt, vagy itt van. Na jó, hát nem igazi olyan szélsők voltak. Tehát volt a Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi, ugye, szóval jött a Katona Sanyi utána 67-be. Tehát igazság szerint mindenki válogatott volt. És abban az időben csak jobb szélre. Tehát ha én nem jobb szélső vagyok, nem annak, nem tudom, hogy sikerült volna. Tehát egy Vargát, egy Albertot, azt hiszem nem lett volna egyszerű kiszorítani, ugye? Hát ilyen zseni játékosokat. És jobb szélre, mintha majdnem, hogy engem vártak oda jobb szélre. És a ifi szinten, mikor játszottunk, Albert Florian mindig az olyan érdekes ember, hogy majdnem minden meccsre kijött. Nem csak a miénkre, az kiment kézilabda, az mindig reggel. Eljött otthonról, és este ment haza. Hát pedig akkor, tehát ő se volt 21-23 éves volt. Hát hogyne, hát 6 év, amikor én bekerültem, az 18, 6 év, az 24 éves volt. Hát ő már azért hát válogatott, meg már rég válogatott volt. Tehát ő az volt a érdekes, hogy ő kijárt a meccsekre. És akkor hála Isten jól ment a játék, meg völtem gólt, meg stb. És akkor egyszer csak ő mondta, ezt hallottam utána később vissza, hogy a Szőke Pistát valami ki volt a család, vagy edző, hozzák fel oda hozzánk. És ez egy valahol utólag, ahogy még az ember utólag meghal, nagyon jó érzés volt. Nem beszélték ezt meg a császárral később? Hát majd arról is van történet, nem az megkérdezett, hát ő tudta, hogy ő érdekes figura volt, tehát ő nem volt leütve, nem a Pista, ő nem volt ilyen, tehát nem olyan típusú ember volt. Ő megmondta ezt az embert, kérdem, most kérdez. Tehát úgy például játékosokkal nem is állt ki. Érdekes volt, igen volt, de az mellett egy zseniális játékos volt. Térjük egy picit vissza ide a Grundra, említette, ugye, hogy a szomszéd Ernő utcában született, nyilván itt a pajtások is mind helyiek voltak. Az alap volt, hogy mindenki a Fradinak szurkol, vagy azért voltak mások is? Hát nem is emlékszem, hogy volt ezt nagyon mondod, de nem is emlékszem, hogy másnak drukkolt volna. Hát én sem tudtam elképzelni, hogy kiszaladok, hát majdnem, hogy
5 percre voltam a pályát, hogy én ne oda menjek Fradiba. Meg kérdezték, hogy miért nem mentem Honvéd vagy MTK-val. Hát mert ez közelebb volt, mondom Fradi. Meg azért mondom, hogy jobb játékosok voltak. Tehát a Grund gyerekeknél az azért volt. Tehát olyan közel volt a Grund ide, mint a másik oldal. Tehát olyan annyira. Szóval amikor meg volt a vasárnapi fotballmeccsünk a gyerekekkel, hazamentem egy óra fele, ebéd volt, mindig borsóleves, csirkeaplék, rántott húsika volt. Vasárnap? Igen, mert apám mindig hozta, a zöldséges volt, és mindig hozta ezeket, a pipiket. És minden vasárnap rántott csirke, meg borsóleves, és almás pite volt. Jó, meg ebédelés, kész, kell játékot. Tehát eltelt egy-két óra, puf, már visszaszalok egy sírkecombi, meg így. Tehát ez így történt. És mondjuk egy kicsit a tanulás rovására is ment, mert apám mindig mondta, hogy azt mondta, de foglalkozz, te úgyis fotbalista leszel. Többször is lenyilatkozta, hogy hát a csibészséget azt a Grundon abszolút megtanulta. Ez megmaradt akkor is, amikor már bekerült a Fradi felnőtt öltözőjébe, és 18 évesen már csibész egy ember az Alberttel, meg a többiekkel? Igen. Ők meg is lepődtek, hogy honnan jöttem, hát aztán kérdeztek, az nem 9. kerületi gyerek. Szóval hát az bennem volt az a csibészség, mert ezektől mindent megtanultam. Már rosszat, a jót, minden. Tehát olyan nem volt, hogy nem lehetett mit tanulni tőlük. Mindig valamit lehetett tanulni tőlük, és ez jó dolog volt, és ez azért sokat számít a pályán is. Tehát nem voltam murugya, elhagytam magamat, lögtek vagy valami. Hát egybe pofáztam, vagy szövegeltem. Szóval, mintha már régi törzsgyökeres játékos lettem volna. De azért a hierarchiát be kellett tartani, nem? Hát az öltözőit. Hát persze, hát az egyértelmű meg. Hát nem én voltam szószóló, de azért csíptek. Tehát voltak poénja, amikor benyugtam, vagy bemondtam. Elment a poén, és nagyon. Hamar megkedveltek, annak örültem, amikor bekerültem a ifjú öltözőbe, a Ferencváros öltözőbe, akkor elevén azt mondtam, ott volt Mátra és Sanyi, stb. Idős játékosok, akkor bekerültem, azt mondtam, csókolom. És erre Mátra és Sanyi, aki azt mondom, 31-es, aki 15 éve idősebb volt, mint én, azt mondja, hogy szöszikém, tegezd minket. Hát, te bőrre esett rólam minden, hát ez milyen dolog, hogy szöszikém, tegezd minket, és szia. Hát szóval ez is földobja az embert. Hát ez egy olyan dolog, hát ezek szerint csak valahogy bíztak bennem, hogy hopp, ide jött egy ilyen kis csávó, hát a bizonyos, ezek mind nagyon jó dolgok voltak. Picit beszéljünk azt, erről ritkán esik szó, az akkori edzésmunkáról, mondjuk ott 65-67 környéke, amikor azért a Fradi ott volt a világ élvonalában, akkor önöknek például mennyi edzésük volt, és miket csináltak a gyakorláson? Összesen megvan, azért mondják, hogy ma minket lefutnának, mit tudom én nem. Például a csapatban én voltam egyik a leggyorsabb. Na, mert szélső voltam, én voltam a leggyorsabb. Volt már mérés akkor? Volt, igen. Volt mérés, azért mondom, azért konkrétan, mert a mellünkre, meg hátunkra áttettek ilyen gépet, jöttek a TF-ről, vagy mit tudom én, ilyen szerkentűt rádobtak a hátomra, és lemérték, hogy 30 métert mennyi időt futom le, és ez mit tudom, lefutott, és 10-szer lekett egy jó edzés után, bementés után, 10-szer oda, vissza, mit tudom, pár másodpél, gyi. Na, és nekem került, hogy 3-8, 3-9, 4 körül, másodpél. Szóval az idő, és avval előtt, hogy például, és ez majdnem, hogy 10-szer mindazonos a időben volt, 3-9, 3-4 körül, tehát én voltam a leggyorsabb, hát voltak edzések, a lakat minket azért megtanított sok mindenre, és ő elég kemény edző volt, hogy ilyen szempontból, tehát azt mondják, hogy nem edzettünk, de azért elég sokat edzettünk mi is, szóval futottunk, igaz, hogy játékossal is sokat, játszottunk is, tehát gyakoroltunk sok mindent, de azért volt futás, szóval nem lehetett mondani, hogy sétálgattunk a pályán. Mekkora volt akkor tehát a Fradi körül a felhajtás? Mennyire voltak önök sztárok? Hát hála Isten nagyon jó, nagyon szeretek meg én, tehát még én hozzám például edzésekre. Több százan kijártak, edzőmeccset játszottunk sokat, akkor voltam már 500-an, 800-1000-en. Szóval nagyon, egyszerűen annyira örültek meg, ha hozzánk nyúltak, vagy beszéltek hozzánk. Szóval állatira kedvetek, én nagyon imádtam őket, és élveztem őket, mert ennyire, ennyi szeretetet az emberektől, szóval ritkaságra. Én alig vártam, hogy minden vasárnap menjek és játszak. Szóval nagyon... Egy picit bánhatja, nem, hogy jártak az edzésre is szurkolók, mert hogy bebőrözte a dalnokit. Ó, erre féltem, hogy erre ide térsz. Ez egy nagyon fájó pont, mert ez sokba került nekem, hogy ilyet csináltam. Hát annak idején az a igazság, hogy sok edzőmeccset játszottunk egymás között, a nagy pálya minden. Hát akkor volt 400-500 az ember, ezen 400-500 ember, mindegy, megy a játék, ő balbek, ugye, én meg jobb szélsővel találkoztam. Hát
a Braille, aztán nem tudtam, hogy ebben ilyen nagyon nagy dolog lesz. Ment a játék, 17 éves voltam, ő meg már azért 30-on felül, így meg úgy, ment a játék, elmentem, bőröztem, oda-vissza, minden, a közönség élvezte, így meg úgy. Hát egyszer csak olyan szitu volt, hogy megint elmentem, vagy bőröztem, és fölrugott, mint a lószar. Így fölrugott, és így oda, fölém hajolt, azt ha még egyszer ezt csinálod belőlem, hülyét, szétruglak. Hát persze, hát, én erre mit tudok mondani, betoltam. Mi van? A közönség egyben reagált, szóval, ne bánts, te, meg én voltam, én mindig kis szőke voltam. A kis szőkét nem, nem akartam nőni annak idején. Kis szőke, ne bánts a kis szőkét, én meg úgy, közönség fel, hihetetlen egy botránat, na mindegy, és egy kicsit meggyorsítom a dolgot, én bekerülök a Ferencvárosba, stabil játékos leszek, ő már régen voltam, és ő lett az edző. És olyanokat csinált velem edzésem, meg bármit mit csináltam, ő mindig azon volt, hogy kiszúrjon velem. És addig ment a játék, hogy ki is dobott, tehát magyarul ki is rúgott, és erre beírja a feleségemet, hogy a feleségekkel lehet beszélni, hogy ő megbeszél, hogy miért a pityú van, mi van. Beírja a feleségemet, azt mondja neki, a Jutka a feleségem, hogy mi a baj. Azt mondja, nincs annyi baj, edzés minden megcsinálja, és nevet edzésem. Azt mondja, és miért baj a nevet edzésen? Van gond, hogy megcsinálja? Igen. Csak azt hiszi, hogy rajta nevetnek, hogy én poénkodom, hogy róla vagy ezek, és ezért kirúgott. Azt mondja a felesem, akkor Jenő, nem is engem kellett volna hívni, hanem az édesanyját. Hm. Édesanyját kellett volna bejönni, és annam. Szóval életetlen. Avval együtt, hogy Isten nyugosztalja, mert nagyon nem szerettem, és sok emberre kiszúrt, de nagyon, avval együtt, hát most mondjuk, hogy bajnokság, és attól nyert, nagyon sokat ártott a Ferencvárosnak a dalnak jönni. Ezt kimerem jelenteni. Nagyon sokat ártott. Ezek erős szavak. Tessék, erős szavak, de kimerem jelenteni. Engem az öltözőbe kizé volt, az nem kemény szavak? Hát azért állja meg, mert válogatott volt be is, tehát így kizavar a öltözőből, mennyit téged nem érdekel a Ferencvárosnak. De akkor ezt később se tudták megbeszélni? Vagy... Nem lehetett vele, nem lehetett. Uh-huh. Bármit, én próbálkoztam, minden, de a szemedben borzalmas volt. Te vagy a Európa legjobb, jobb szélsője, te így, aki így rúga, hogy adsz be, meg játszol, minden dicsőd, de nálam nem játsz. Szóval hihetetlen, szóval én nem is tudom, hogy hát én életben nem gondoltam, hogy utána elmegyek, hogy a Fradit ott hagyom, én vendéglátós leszek, mert mit tudom, életben nem gondoltam azt, hogy én egyszer a Ferencvárosot fogom hagyni. Hát abba hagyom, most leszek edző, akármilyen edző, másodedző, segítek, de a Ferencvárosi minden. Miért nem tért vissza később akkor mondjuk edzőként? Hát egy kicsit ettől elment a kedvem, tehát hogy mondjam, undort kaptam, tehát ez egy kicsit lajon betelt a pohár, nagyon fájt, hogy én törzsökeres. Az, hogy nem álltak ki önért a többiek, igen, mondjuk. Például az is, hogy a Harrót akkor volt az elnök, és a nagyon jobban volt a Harróttal, és hogy a Harrót sem. Szóval nem vittek meg, és nagyon olyan teljhatalmat kapott a Jenő, hogy ő azt sem tudom, mit akart. Tehát azt mondod, takarodj. Tehát nincs rá szükség. És ez nekem egy akkora szívfájdalom, és becsődöttem, és nem. Se edzőnek, semminek, akárminek nem megyek. És ez több évig így ment, aztán puhult a dolog, megkerestek, meg mit tudom én, aztán először a Volán, mert aztán a Volán úgy volt, hogy MTK-ban megyek, nem sikerült Honvédban, nem, és a Volán megkeresett, csak engem a Volának volt MB1-B, vagy MB2-B, mindegy. Na, a Volán megkeresett, és akkor átmentem Volánba. Mert azt mondták, MB1-ben nem adnak ki. Mert ha én MB1-be elmegyek és jól játszom, akkor Jenőt kivégzik. És utána megkerestek, aztán végén utána lettem, játszottam a Fradi öregfiúkba, visszamentem, egy párszor játszottam, aztán ott is elég volt. Hát mai napig is kijárok. Hát. De azért most már jó a kapcsolat a klubban. Hát igen, mert például Kubatovék engem nagyon szeret, meg hála Isten régóta is, régrebből is ismerem, nagyon tisztel, nagyon beszél. Én is, amit ő művel itt a Fradinál a kalappal, tehát rendet rakott. A lényeg az, hogy nagyon szeret engem is, és én nagyon, sőt, és együtt focizom vasárnap reggel a ligában, nem tudom mennyire tudsz. Még mindig fel. Jár? Ha, hogy az Isten, a tegnap is rúgtam, hogy 2-3 volt. Hát, na, hát, hogy nem. Ki volt a kapus? Teljesen mindegy, nekem mindegy. Na így. Most ezen a vonalon megyünk talán kicsit vidáman. Nagyon sajnálom ezt a dalnoki szállat, főleg azt, hogy ő most már nem tud rá reagálni. De beszéljünk a játékos társakról, ugye az elején 4 nevet említettem, ugye legendás ön az 5. Varga, Albert, Rákosi és Fenyvesi.
Az a célja ennek a műsornak, az egyik célja, hogy ezekről a legendákról is a fiatalok megtudjanak egyet és mást. Igen. Pár mondatban jellemezni őket? De ezekre mit lehet jellemezni? Olyan zseni ember volt, ez megelőzte a korát. Ez olyan, mint a Messi. Messinek, úgy imádom azt az embert, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy hányivel láttam. Ez olyan, mint a Messi. Ez az ember azt csinált a labdával, amit akar. Na most egy Albert Florianról mit lehet mondani egy arra labdásról? Hát ugye, tehát ez zseni volt, gólokat rúgott, hát aztán néha kikezdték meg, hogy mi volt. Hát nem egy tűzember volt, biztos, hogy nem, hogy harcolt annyira, de őt ki kellett szolgálni, de biztos, hogy zseni volt. Hát a Rákosi Gyula azok meg olyanok voltak, ugye, mint egy motor. Tehát ő szünetbe is futott, ezt szoktam mondani. Ez olyan ember volt, hogy csoda volt. Hát volt, amikor azt mondták, helyettetek is futottam, hogy ilyeneket. Hát a Fejmesi doktor az meg egyszerűen annyira imádni való volt, mert a szorgalmával olyan volt, hogy mit tudom, 10 rakó között az edzés. Ő megfogott 10 labdát, kiment fél órával a edzés előtt, kivitt a labdát, lement a félpályára, és maga elrúgta a labdát, elszaladt és beadta, hogy rálőttek apura. Hihetetlen. Edzés előtt fél órával. Pedig úgy, hogy és már ő azért benne idősebb volt a korban, jó mondom. És megcsináltam. És annyira is van is vele egy óriási történetem. Bekerültem a Fradiba, hát akkor még persze autóm nem volt, neki volt, nem is tudom milyen autója, és én itt laktam ugye a Nagyváratér környéken, lejjebb egy megállóba, és mondom, tösikem elvinne ide a Nagyváratér, az persze, megyünk hátul a Gyáliúton, hát kocsitod mennyi volt? Az az egy. Megyünk lassan, én meg tudod, és igen, nem lehet egy kicsit gyorsabban menni? Pista, minek? Úgyis meg kell állni. Elmondom, ezt nem hiszem, elmondom. Egy imádni, de az a ember, azt egyszer káromkodni, azt nem is hiszem, hogy... Hát doktor. Hát jó, hát azért doktorban hány suti van, meg érted, azért doktorok között is van különbség, meg mindenhol, de nem is tudom, hogy lehet, hogy valaki nem szereti, de azt nagyon is ütném, vagy verni, mert ilyen ember, szóval család. Hála Isten, mai napig, most lesz 87 éves, 33-as, hát imádja a feleségem, és minden nagyon imádjuk. Mennyire ismerik fel most Szőke István mondjuk az utcán? Hát az igazság, hogy hát a fiatalok az természetes, hogy nem annyira. Hát, meg nem is érdekli, számítógépek, stb. Ez van, nem. Idősebbek hálásra egy-kettő felismer, például múltkor is ott állok a Tesco-ban a feleségemmel, és fületek. És marhára néz egy emberke. Nézd meg, és egyszer csak odaszólnak, elnézést kérek. Szóval nem a Szőke István. Hát cool, hát állatira jó eset, szóval jó pofa is. De van, akivel elkezdek hülyéskedni, és oda jön, hogy nem a... Mondom, én hogy lennék? Hogy Drákosi lennék, szóval. Vagyok. Hogy lennék? És akkor hirtelen, hogy megijed, hogy hát veszem. Nem vagyok, na azt is kézélem, hogy nehogy az lenne, de az aztán örült nekem. Szóval nagyon örülök, és jó dolog. Rengeteg sztorit hallgatnánk még, de sajnos az adásidő a sztorit minket, úgyhogy egy élmény volt a beszélgetés. Hát nagyon örülök, azért mondom, hogy bármikor szívesen, miért ne. És örülök-e az ember, hogy még akkor még gondolnak az emberre, mert az a igazság, hogy múlt nélkül nincs jövő, ezt jól tudjuk. De egy is igaz, hogy már nem ránk kell számítsanak, hanem fiatalokra, én nagyon drukkolok nekik, és ezért sajnálom, hogy kevés magyar van és kevés fiatal van a csapatban, mert ez baj. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsék el, hogy a jövő héten zöld-fehér hírekkel jelentkezünk, aztán jön majd újra a Fradi Szív, de az összes interjúnkat és beszélgetésünket megtalálják a Facebookon és a YouTube-on, és most már az Instagramon is követhetik a 9.tv-t, a viszontlátásra.